Ki az, aki tud táncolni? Sokkal többen vagyunk, nagyon jó. Következőt szeretném kérni, kérem, hogy álljatok fel a székekből, bátran, és nagyon nagy taps kísérletében kérem a segítőket, hogy fáradjanak be. Rendhagyó módon mozgással kezdődött a tudományos diákköri konferencia megnyitója. Miután kifújták magukat a résztvevők, dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora köszöntötte a hallgatókat, egyetemi oktatókat. Én nem mondom, hogy kedves vendégeink, mert hiszen ki itt a vendég és ki itt a házigazda. Mondhatnánk, hogy azon a jogon, hogy ezt a csarnokot mi bocsátottuk a konferencia rendelkezésre, mi vagyunk a házigazdák, de azt hiszem ez dolog fordítva van. Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát két évente rendezik. Az esemény a magyar felsőoktatás legjelentősebb tehetséggondozó fóruma. Ez attól is nevezetes ez a rendezvény, hogy most már rendszeresen határon túl is itt vannak a diákok. Ez egy országos döntő, 1800 helyi konferenciáról választódott ki az az 5000 diák, akik most 16 szekcióban és 500 tagozatban az ország legnagyobb tudományos rendezvényén bemutatják ismereteiket, alkotásaikat, és elkezdik a tudományos életet. Győrött eddig még soha nem rendeztek OTDK-t, most azonban egyből 4 szekciónak ad helyet a Széchenyi István Egyetem, ami a konferencia történetében egyedülálló. Az OTDK mozgalom belül krisztusi korban ért, mert hiszen a 33. OTDK van, amiben hát az a jelentősége, hogy 4 szekciót rendez a Széchenyi István Egyetem, ami egyébként ugye egy egyetemnek úgy 2 a maximum, de hát közismert tény ugye, hogy történt egy integráció másfél évvel ezelőtt, így a Széchenyi Egyetem 2 kapott vendégül, 2 meg ő maga nyert meg, tehát így most egy abszolút rekord van. Egy egyetem még soha 4 szekciót nem rendezett az OTDK-ban, úgyhogy állunk elébe. Ebből most kezdődik 2-nek a versengése, sporttudomány és a tanulás módszertani szekciói. Fekete Dávid Győr alpolgármestere örömmel jött a megnyitóra, 6 évvel ezelőtt még aktív résztvevője volt a konferenciának. Azt gondolom, hogy akik tudományos pályára készülnek, nekik szinte kötelező tudományos diákköri konferenciákon részt venni az adott egyetemeken, és azok, akik első vagy második, harmadik helyezést érnek el, ugye attól függ, hogy hogyan van a szabályzat, ők tovább juthatnak az országos versenyre. Ott már egy sokkal inkább széles körben nyitott verseny van, ugye nem csak a saját egyetemista társaival versenyez az ember, hanem valóban az ország szinte minden intézményéből jönnek, van egy egészséges versenyszellem, úgyhogy abszolút pozitív hozadéka van egy ilyen TDK-OTDK indulásnak, és hát látjuk azt, hogy idén 4 komoly szekcióban tud Győr város a házigazda lenni, amire talán mondhatjuk azt, hogy hasonlóképpen majd az EIOF-hoz is, itt is nagyon sok fiatal érkezik a városba, és ez nagyon fontos számunkra. Az eseményen több mint 2000 hallgató és tudományos munkatárs vesz részt. Közel 200 tagozatban adják elő a diákok a fél év alatt, van, aki 2 év alatt elkészít tudományos munkáját. Erre nagyon komoly visszajelzést kapnak, ahogy jeleztem, a szakma legjelesebbjeitől. Ez számunkra egy olyan útra való, amit ritkán kaphatnak meg egyébként más út. Tehát az Országos Diákköri Konferencián való részvétel, függetlenül attól, hogy most ér-e valaki el helyezést vagy nem, természetesen az a hab a torta tetején, de egyáltalán a részvétel és dicsőség és rengeteg haszonnal jár. Az egyik legnagyobb haszon a kapcsolati tőke. Itt csupa olyan diákkal ismerkedik meg, aki hasonló ő hozzá, tehát több akar lenni, mint az átlag, meg akarja mutatni a teljesítményét. Az OTDK célja a tehetséges egyetemista főiskolás fiatalok menedzselése, a tanárhallgató kapcsolatok erősítése és a tudományos tevékenység elismerése.